Isten kegyesen megengedte, hogy kezdetektől fogva ismerjük a véget. Ha a Bibliát tanulmányozod, akkor semmi sem lephet meg téged, ami ma történik ebben a világban. Tanulmányozod a Bibliát, akkor okosabb vagy, mint a világ bármely országának legjobb titkosszolgálatának hírszerző közössége. Pontosan meg tudod mondani nekik, hogy mi fog történni. Megmondhatod nekik, hogy Oroszország talán ott Ukrajnában csinál néhány csintevést, de végül Oroszország lépni fog Izrael ellen. Lehet, hogy kényszerzubbonyt húznak rád és elküldnek valahova, de a végén igazad lesz. Mert a véget az elejétől fogva ismerjük. Az Úr azt mondja Ézsaiás 46-ban, emlékezzetek a régi időkre, mert én vagyok az Isten, nincs más. Én vagyok az Isten, nincs hozzám hasonló. És kezdetektől fogva kijelentem a véget, és ősidők óta még meg nem történt dolgokat. És nézd meg, mit mond? Az én tanácsom megáll, és mindent megteszek, ami nekem tetszik. A bibliai profécia egy csodálatos dolog. A Biblia majdnem egy harmadát teszik ki, de olyan sok keresztény félreértelmezi, szétdarabolja, és kiragad dolgokat a szövegkörnyezetből, hogy megmagyarázzon dolgokat, amelyek most jobban hangzanak, ha így teszi. De szeretnélek emlékeztetni, hogy a bibliai proféciáknak semmi mondani valójuk nincs a nemzetekről, mint olyanokról az egymáshoz való viszonyukban. A bibliai proféciában nem fogsz polgárháborút találni, nem fogjátok megtalálni a vietnámi háborút, nem fogod megtalálni az első-második világháborút a bibliai proféciában. Mit fogsz ott találni? Pontosan azt fogod találni, ami Izraelben történik abban az időben. Csak az adott nemzetekkel, Izraellel, a néppel és a földdel való kapcsolatban. Tehát, miközben a világ az első világháborút vívta, Isten szólt Izrael földjéhez, és azt mondta, azt akarom, hogy a nemzetem visszatérjen. És a visszatérésük előkészítéseként először is a földnek csodálatos módon termékeny földé kellett válnia egy elhagyott földből. Tehát meg kell értened, hogy Izrael az út a Biblia hívő számára, hogy meg akarja érteni a proféciát, Izrael az iránytű.